Szeretettel köszöntelek benneteket. Mai téka műsorunkban két különleges fiatal látogatott el hozzánk. Hogy miért különlegesek? Azért, mert igazán élő a hitük. Erről fognak nekünk tanúbizonyságot tenni, illetve elmesélik azokat az élményeket, melyekben részük volt szervezőként, illetve résztvevőként, mert hogy a két fiatal vendégünk tapasztalattal rendelkezik a Gen Festről, illetve a Fokolár mozgalomról. Szeretettel köszöntelek benneteket. Szerbusz Regina, Fábián Reginát köszöntöm itt a stúdióba, illetve Fekete Danit. Szia Dani! Köszönjük Szervusz, szépen a meghívást! Köszönjük a meghívást, és köszöntjük a kedves nézőket! Ahogy az előszóban hallatszott, ugye két program is van, illetve két típusú dolog, amiről beszélgetni fogunk. Az egyik maga a mozgalom, aminek tagjai vagytok. Aki még nem hallott esetleg a mozgalomról, nagyon röviden, hogy lehetne bemutatni, mi a Fokoláré? Igazából egy olasz alapítású közösség vagyunk. Ezt Chiara Lubich alapította még a II. Világháború idején, 1943-ban. És egy katolikus alapítású mozgalom, viszont ökumenikussá nőtte ki magát, tehát hogy a katolikusokon kívül vannak más vallásúak is. Itt Magyarországon a katolikusok vannak elsősorban, de vannak reformátusok, protestánsok a mi országunkban is. És legyenek mindnyájan egy, ez igazából a közösségnek a mottója, ami szintén jelenti ezt a fajta párbeszédet a vallások között, ami nagyon fontos a közösségben. Legyünk mindnyájan egyek igazából, amikor Isten szeretetéről beszélünk, akkor ez kell legyen a vezérlő elv, hiszen a szeretet az nem megosztó, és ott teljesen mindegy, hogy ki milyen valláshoz tartozik hivatalosan, vagy papírforma szerint, a lényeg, hogy ugye mi van a szívben. Beszélgettünk a műsort megelőzően egy pár mondatot, és mondtatok arról néhány gondolatot, hogy az ifjúsági világtalálkozó, hát ami ugye hatalmas nagy tömegeket vonz fiatalokat, a Fokolár mozgalomból merítette igazából az ötletet, ez hívta életre. Hogy volt ez? Úgy volt, hogy az első Gen Fest, ami a Fokolár mozgalomnak az ifjúsági találkozója, ezt Chiara szervezte meg az olaszországi fiataloknak, mert látta, hogy a fiatalokban mennyi erő van, és amikor rájött, hogy ezt tovább kell vinni a világnak, megszervezték a Gen Festet, és a II. János Pál pápa szintén jobba volt Chiarával, és látta, hogy ez mennyire jó, és ennek kapcsán ő megszervezte, úgyhogy az egész világ, az összes fiatal tudjon találkozni, úgyhogy ezután jött létre az első ifjúsági világtalálkozó, ami, ahogy mondtad, már a hatalmas méreteket öltött. És a Gen Festről, ugye most elmondtad a nevét ennek a fesztiválnak, ugye mi volt előbb, tyúk vagy a tojás, akkor ezt megfejtettük, a Gen Fest volt igazából hamarabb, és utána jött az ifjúsági találkozó. Miben más a kettő? Sok fiatal volt már ifjúsági találkozón, hatalmas nagy élmény. Mi az, amiben a Gen Fest egy kicsit más, vagy eltér a hagyományos, akár ifjúsági zarándoklatoktól, akár ifjúsági programoktól? Hogy nyilván a Gen Festnek van egy kicsit konkrétabban fokoláros vonulata, hogy ez konkrétan a mozgalom tagja, fiataljainak van elsősorban, és itt specifikusabb programok is vannak. Amit talán még a Regina mondott, hogy kifejezetten fontos a tanúságtétel, tehát hogy egy nemzetközi találkozó, és említettük korábban a párbeszédet, hogy nagyon fontos a különböző kultúrájú, különböző társadalmak között, hogy legyen egy párbeszéd, meg tudjuk hallgatni egymást, és elfogadni a másikat úgy, ahogy van, és nem pedig akár megtéríteni, vagy pedig, hogy rákényszeríteni arra, hogy gondolkozzon másképpen, és ennek köszönhetően mindig egy fontos pont, hogy minél több tanúságtétel legyen, és akár a mostani Gen Festen, ami az előző évben volt, meg ami Budapesten volt, 7 évvel ezelőtt, 2012-ben, ott is nagyon sok fiatal számolt be az életéről, az, hogy ő hogyan éli meg a keresztény mi voltát, akár a Közel-Keleten, Ázsiában, vagy Afrikában. Fesztiválról beszélünk, és meséltetek erről az ökumenizmusról. Nagyon, nagyon példaértékű, hogyha ezt a szervezők így felvállalják, és tényleg igazából a szeretet az erről kell, hogy szóljon. Van-e fix tematika? Hogy néz ki egy ilyen fesztivál? Hány napos? Vannak-e fix programpontok? Hát én most nagyon konkrétan a 2018-as Manilai Gen Festről tudok több konkrétumot mondani. Ez maga a Gen Fest 3 napos,
aminek elég sűrű programja van, mindig van egy nagy koncert, vagyis igazából minden este nagy koncert van. Most volt egy kifejezetten ázsiai koncert, ahol nagyon sok ázsiai országból jövő fiatal mutatkozott be. Ennek főleg az volt a célja, hogy mivel nagyon sokan voltunk európaiak, akik nem ismertük igazán az ázsiai kultúrát, ezért, hogy ők be legyenek mutatva. Még amikor korábban Magyarországon volt a Jamfest, ott mindenki bemutatkozott jobban, mert ott nem volt ennyire kitűnő vagy szembetűnő a helyszín. Illetve a Fokolárnak amúgy van két együttese is, egy férfi banda, meg egy női banda, ők is rendszeresen föllépnek. Most idén a Jamfesten a női banda volt, akik szerintem amúgy iszonyatosan menők, mert valójában ők szerzetesek, és közben meg egy nagyon menő banda, és az egész világon turnéznak, workshopokat csinálnak, illetve mindig vannak ilyen karitatív jellegű ökumenikus programok, illetve workshopok. Itt voltak különböző témák, megjelent a művészet, a társadalmak, politika. Kommunikáció, igen, szóval megpróbáltak minél több rétegű dolgokat lefedni, és mindenki a témában legmegfelelőbb embereket hívták el előadóknak, illetve volt konkrét tevékenység, kimentünk szemetet gyűjteni, hajléktalanokhoz etetni, süketekhez, gyerekekhez, úgyhogy ez pedig, hogy tényleg testközelből lássuk, és vihessük ezt a szeretetet, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem tényleg menjünk ki az emberek közé. Egészen interaktív a program maga. Hogy kell elképzelni? Ugye mondtátok, hogy tanúságtételek mindenképpen vannak a fesztiválon. A workshopok azok behálózzák a napot, vagy viszonylag tematikus, illetve van-e valamilyen lelki gyakorlat része tulajdonképpen magának a fesztiválnak? Itt most úgy volt, hogy volt egy fix délelőtt, amikor a workshopok voltak, és akkor mindenki választhatott, szóval ez teljesen ránk volt bízva, hogy most éppen milyen életszakaszban vagyunk, mi érdekel leginkább, és oda mentünk. Ezek amúgy nagyon szét voltak szedve, úgyhogy 6000-en voltunk a Fülöp-szigeteken, és egy-egy ilyen workshopon mindössze 20-an voltunk körülbelül, úgyhogy nagyon részletes volt, és tényleg tudtunk kommunikálni, aktívan részt venni a workshopokon, szóval nem egy előadás íze volt a dolognak. És konkrétan lelki része, ennek szerintem nem az a lényege egy ilyen Jamfestnek, hogy ilyen nagyon konkrétan ilyen, szóval, nem volt egy ilyen konkrét lelki gyakorlat része, voltak olyan programok, amiket a fő programok mellett lehetett csinálni, kicsit elvonulni, lehetett gyónni például, ez folyamatosan volt, vagy imádkozni, szerzetesek meghallgattak, hogyha valakinek erre volt éppen szüksége, illetve volt egy ilyen, hát egy kicsit ilyen érzékenyítő expo, ahol pedig így a világ problémáiról volt szó, ez egy gyönyörűen megcsinált dolog volt, amin így keresztül lehetett menni, és akkor ott így mindenféle így jöttek az ilyen hatalmas impulzusok, úgyhogy ez talán még ilyen lelkibb rész volt számomra. Igen, talán itt is elmondható, hogy az ifjúsági világtalálkozón, hogy itt is van előtalálkozó, sőt itt a Jamfestnél most volt Fülöp-szigeteken utótalálkozó is, és nyilván abból kifolyólag, hogy az előtalálkozón és az utótalálkozón jóval kevesebben vannak, sokkal családiasabb a légkör, ott jobban van tere akár az elmélkedésnek, vagy egy-egy lelki résznek. Igen. Neked mi volt a személyes élményed, ami különösen kedves számodra a fesztivál idejéből? Nekem a legjobban az maradt meg, amit azóta hazahoztam, és megpróbálok itthon minél jobban változtatni, hogy hatalmas a környezetszennyezés, ami így a világban van, és ez nagyon jelentős a Fülöp-szigeteken, ugyanis nagyon szegény ország, és hatalmas szeméthegyek állnak az óceánjaik partján, ami nem csak az övék, hanem nyilván Amerikából, illetve környező országokból is ott kötnek ki az ő szigeteiknél. És nagyon jó volt, hogy az egyik workshopon, ez még az előtalálkozón volt, hogy elmentünk szemetet szedni, és egy 20 perc alatt kellett összeszednünk egy zsák szemetet, és utána ebből, amiket gyűjtöttünk, egy valami művészeti alkotást kellett létrehozni, ami szerintem egy nagyon szép dolog, és utána ebből egy nagy kiállítást szerveznek, ahova ott nagyon sok embert elhívtak, meg ilyen nemzetközi lapokba is elkerült, úgyhogy ez szerintem tök jó hívás, meg felnyitotta a szemünket, főleg egy európaiaknak, hogy
hogy mi azért nagyon jó körülmények között élünk, de hogy nekünk is oda kell figyelni nagyon erre, mert ott viszont ettől sokkal jobban szenvednek, mint amennyit mi itt érzünk belőle, úgyhogy ez nagyon szép volt, illetve szerencsére a Jamfest szervezői is nagyon rámentek erre a problémára, hogy mi megmutassuk legalább a helyieknek, vagy az ázsiaiaknak, a Fülöp-szigetekieknek, hogy hogyan lehet ezt jól csinálni, mert a környezetvédelemre gondolok, hogy kaptunk például ilyen többször használhatós evőeszközöket, kulacsokat, hogy ne kelljen azt is eldobálni, sosem vettünk műanyagos vizet, hanem, vagy palackozott vizet, hanem mindig hozták a nagy vizes kannákat, onnan kellett megtöltenünk, úgyhogy szerencsére ez meg volt oldva. Az is volt a cél, hogy egyáltalán ne hagyjunk szemetet magunk után, ahol megyünk. Hogy... Ahogy elmondod, igazából jó értékeket képvisel és közvetít maga a fesztivál, de ide nem csak hívők mehetnek, hanem bárki, aki szeretne jó társaságba érzelmileg, értelmileg is hasznos dolgokat hallani, kipróbálni. Ugye jól gondolom? Igen, mindenképpen. Milyen korosztály, aki ott képviseli magát? Hány éves fiatalok mennek? Elsősorban ilyen 17-18 éves kortól ilyen 30-ig nagyjából, ugye, hogyha jól tudom. Igen. Tehát ez a korosztály van elsősorban megszólítva, és ahogy te is mondtad, nem kell feltétlenül vallásosnak lennie. 2012-ben Budapesten volt ez a Jamfest, abban a szerencsénkben volt részünk, és 12 ezer fiatal jött el összesen, és ebből 2 ezer volt magyar, és természetesen nincsen ennyi fiatal fokoláros, úgyhogy nagyon sok iskolába mentük el, hogy meghívjuk a fiatalokat, illetve volt egy zenekar is, ami pedig turnézott egyet is a koncertek alatt is hívta a fiatalokat, és így jött össze ez a magas magyar létszám. De ez fantasztikus szám, úgyhogy nagyon gratulálok. És akkor igazából, Regi, te Manilába voltál, te pedig, Dávid, ugye a magyar programnak voltál az egyik szervezője 6 évvel ezelőtt. Milyen volt azt megélni? Ugye ez egy nemzetközi, ez egy ilyen vándorprogram. Volt-e valami különleges előzmény, hogy került Magyarországra a program? Igazából ugye ez volt az első olyan Jamfest, ami nem Rómában, nem Olaszországban volt megrendezve, és tehát előtte pár éve már így nagyon elkezdtek gondolkodni a szervezők, hogy mi lehetne az a város, ahol ami nem Róma, tehát Olaszországból egy kicsit kilépni, és hát így végül Budapestre esett a választás. Nem tudom, hogy most konkrétan a motto volt-e korábban, vagy pedig a helyszín. Azt tudom, hogy volt ez a motto, hogy Let's Bridge, tehát hogy legyünk hidak, váljunk hidakká, és akkor Budapest adva volt a sok hídjával, így mint város, és akkor végül Budapestet választották, és én pedig így, tehát én speaker voltam egy olasz sráccal és egy kenyai lányjal, és így voltunk összesen hárman a színpadon, és akkor ezt nyilván megelőzte egy kéthetes folyamat, az előkészítését egy ilyen műhelymunkaként kell ezt igazából elképzelni. És hát nekem igazából amilyen nagyon nagy élmény volt, talán én ott éltem meg igazából ezt a fajta nemzetközi testvériséget. Tehát amikor a fokolárban beszélünk erről, akkor azt hiszem ez mindig egy ilyen nagyon fontos pont, hogy lépjünk ki Magyarországról, mert az ahhoz, hogy meg tudjuk élni a fokolárnak a mottóját, hogy legyenek mindnyájan egy, ahhoz Magyarország túl kicsi. Természetesen nagyon fontos, hogy a saját helyünkön, munkahelyünkön, akár meg az iskolában megéljük ezt a mottót, viszont azzal, hogy az ember mondjuk akár találkozik egy másik fiatallal, egy másik kultúrával, társadalommal, azáltal nagyon kinyílik a látásmódja. És ilyen szempontból nekem is ez egy hatalmas nagy élmény volt egy afrikai lányjal és egy olasz fiúval részese lenni a szervezésnek. Főleg úgy, hogy egy alappillére voltál egy hídnak, így egy speaker voltál. Igen, mondhatjuk így. A programot a magyar szervezők találták ki, vagy ez egy koncepció, ami minden évben hasonló, minden fesztiválon hasonló? Ugye a Jamfest az ifjúsági világtalálkozóval ellentétben 6 évente van, tehát minden második világtalálkozó után van egy Jamfest. Itt igazából az olaszokkal dolgoztunk össze, mert ugye Olaszországban van a közösségnek a központja, így ott egyrészt nagyon-nagyon sok a fiatal, illetve a szerzetes, akik itt tudtak segíteni ebben,
és hát egy folyamatos kommunikáció volt, ők is sűrűn jöttek Budapestre. Ez egy több éves folyamat volt igazából, ami elkezdődött, úgyhogy ez abszolút közös volt. Akkor lehet mondani, hogy ez egy ilyen pionír dolog volt, mert hogy ugye Rómából először került országhatáron kívülre a program, te pedig már Manilából érkeztél vissza, tehát akkor ez egy nagyon nagy előrelépés volt a fesztivál életébe, hogy így nemzetközivé váljon a megrendezés helyszínét illetően is. Igen, a Fülöp-szigeteki az azért volt a magyarországi után különleges, mert az pedig először volt Európán kívül, szóval, és a következő Brazíliába lesz, úgyhogy az is egy következő földrészre adjuk át a stafétát, úgyhogy szerintem ennek is most már elindult, hogy tényleg nemzetközi legyen a szervező csapat is, úgyhogy ennek elég nagy jövője van szerintem. És hát vannak olyan fiatalok, akik akár itt a Fülöp-szigeteki Jamfest esetében is legalább egy évvel már előtte oda mentek, akár Olaszországból, Kubából, különböző országokból, hogy csak ezért a rendezvényért dolgozzanak. Önkénteskedni, igen. Ha valaki szeretne önkéntesként részt venni bármilyen részfolyamatban, ugye akkor már most a következő helyszínre készülődve, veletek vegye föl a kapcsolatot, kinek kell jeleznie, hogy lesz valakiből önkéntes a Jamfesten? Hát talán most így velünk a legegyszerűbb, aztán mi el tudjuk jutatni felsőbb szintekre, akik tényleg benne vannak a szervezésben. Igen, most még ugye azért eléggé sok idő áll előttünk, tehát egy 5,5 év van még a következő Jamfestig, úgyhogy szoktak lenni nemzetközi találkozók, elsősorban Rómában, és akkor ott az idő előre haladtával ott egyre több információt tudunk meg róla. Most, ahogy a Regi mondta, egyelőre ennyit tudunk, hogy ha jól tudom, 2024 és Brazília, tehát ehhez még nekünk is ugye több információt kellene megtudni, viszont mindenképpen érdemes kapcsolatba lépni velünk, ez több szálon is megtehetik a fiatalok. Mondjátok el bátran, hogy hol? Hát például van egy havonta megrendezésre kerülő programunk, az Életige kör, amire mindenkit nagyon sok szeretettel várunk. Ez teljesen nyitott, bárki, nem kell hozzá hívőnek se lenni, akit egy kicsit is érdekli a fokolár, vagy csak szeretne egy kicsit beszélgetni, hívő fiatalokkal találkozni, azt nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk. Ez minden hónap első hétfőjén van, este 7 órakor, itt a Blaha Lujza téren, úgyhogy szerintem ez mindenkinek elérhető helyszín is. És a lényege az, hogy minden hónapban kiválasztunk egy mondatot, egy sort a Bibliából, és azt próbáljuk meg kicsit konkrétabban élni. Itt mindig megosztunk személyes tapasztalatokat, hogy mi nekünk ez hogy sikerül, hogy próbáljuk meg a mindennapi életünkbe belevinni ezt a folyamatos szeretetet, és utána beszélgetünk, ez egy viszonylag kötetlen program azért. Igen, most februárban a Keresd a békét és járj a nyomában, ez a mondatocskánk, és akkor ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy kis A5-ös lap, amin ez az egy mondat, az ki van fejtve, akár olyan szempontból is, hogy hogyan lehet ezt megélni a hétköznapokban, meg egyfajta ilyen bibliai alátámasztás is, mert ez egy nagyon fontos mozzanata még a közösségnek, amit még nem említettünk, hogy amellett, hogy olvassuk a Bibliát, szeretnénk valóra váltani nap mint nap. És ez egy nagyon jó lehetőség arra, úgymond egy útmutató, hogy milyen módon tudjuk ezt valóra váltani. Akkor ez a beszélgetés, amiről meséltetek, vagy meséltek most, ez inkább egy előadás, ez inkább egy kötetlen beszélgetés forma, vagy ezt hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy, tehát éneklünk egy kicsit előtte egy pár dalt, aztán utána közösen elolvassuk az életigét, és akkor utána külön megyünk csoportokba, és akkor erre van körülbelül egy óra, hogy egyrészt szoktunk írni kérdéseket is, hogy egy kicsit könnyebb legyen megközelíteni az adott témát, és akkor arról beszélgetünk csoportokban, utána pedig megint összejövünk, és akkor összegezzük az elhangzottakat, illetve szokott még lenni egy-két hirdetés, imádkozunk, és akkor lezárjuk még egy-két énekkel. Aki szeretné csatlakozni, elhangzott, hogy a Blaha Lujza téren, ott hol, hova menjen, mit keressen, milyen helyszínt? Az a neve a helynek, hogy Újváros Kiadó, ez a Rákóczi út 29-es száma alatt van. 23-as kapucsengő. Egyébként, igen. Jó, tehát aki kedvet érez, a honlapotokon kaphatnak erről tájékoztatást a fiatalok. Van-e fönt, vagy Facebookon? Facebookon van több esemény is erről. Most nem vagyok
teljesen biztos, hogy van egy új ifjúság csoport Facebookon, és akkor ott általában mindig ki van posztolva a legújabb esemény, igen. Mit jelent számotokra ennek a hónapnak a mottója, az igéje? Hát igazából nagyon jó a kérdés. Nekem kicsit azt jelenti, hogy merjem rábízni magamat a jó Istenre. Sokszor azt érzem, hogy akkor tudok békében lenni, békességben önmagammal, meg a jó Istennel, meg tényleg mindenkivel, hogyha tényleg teljesen rá tudok hagyatkozni. Mert észreveszem magamon sokszor, hogy hajlamos vagyok akár így aggodalmaskodni, vagy nehéz a jelenben lenni azért, mert lehet, hogy lesz valami holnap, és akkor azon kattog az agyam, hogy na ez majd hogy lesz, és ez majd hogy fog beleférni, vagy annyi mindent vállaltam, hogy nem tudom, hogy ez egyáltalán sikerülni fog-e. De azt érzem, hogy ha tényleg rá tudom bízni ezeket a jó Istenre, akkor meg tud születni bennem ez a béke, és akkor tényleg jól tudok jelen lenni. Most itt például veled ebben a beszélgetésben veletek. Neked, Regi? Hát nekem most is hirtelen az jutott eszembe, hogy a Fokolárnak is ez is egy mottója, vagy egy célja inkább, hogy ezt az egyetemes testvériséget, a világbékét elérjük, ez ilyen nagyon ilyen felsőbbrendű dolognak tűnik, de hogy valójában tényleg ez a cél, hogy ezt elérjük, és szerintem ezeket tényleg nagyon apró lépésekben a közvetlen környezetünkben tudjuk elkezdeni, úgyhogy nekem talán ezt jelenti, hogy ez az útnak a kezdete, hogy tényleg a környezetünkben ott próbáljunk meg békésen, konkrét szeretettel ott lenni. Igen, így a mindennapjainkban. Úgyhogy talán ezt. Beszélgettünk ugye itt még a műsort megelőzően néhány dologról, és mindig különleges számomra, amikor fiatalok az idejüket, az energiájukat valami jó dologra szentelik, olyanra, amivel másoknak is előnyt, mosolyt, békét tudnak varázsolni az életükbe. Ti hogy lettetek önkéntesek, hogy kerültetek a mozgalommal kapcsolatba? Igazából én beleszülettem a közösségbe, tehát anyáik még igazából mielőtt megszülettem volna, hogy már tagjai voltak a közösségnek, úgyhogy így ilyen szempontból mondhatom, hogy így a korosztályokon így végigmentem, végigjártam ezt a ranglétrát, és hát igazából ami talán ilyen fontosabb döntés a fiataloknál, a Fokoláron belül, ugyanúgy talán a bérmálkozással tudnám hasonlítani, amikor kimondjuk az igenünket a felnőtt keresztény életre, kimondjuk az igenünket Istenre. Ugyanígy van egy ilyen igen, amikor az ember mondjuk ilyen egyetemista lesz nagyjából, tehát leérettségizik, és akkor viszont ott volt egy személyes döntés, amikor én éreztem azt, hogy annyi mindent kaptam ettől a közösségtől, hogy én is szeretnék valamit adni ebből, legalább egy picit visszaadni, és akkor ott éreztem, hogy én is ki szeretném mondani ezt az igent, és szeretnék a fiatalokhoz tartozni. Ez egy nagyon szép tanulságtétel az elköteleződésről. Neked, Regi, mi volt? Én is beleszülettem így a Fokolárba, szintén nekem csak az anyukám volt szintén Fokoláros, de ahogy a Dani is mondta, miután megszületett ez az igen, nekem azután sem volt még teljesen tiszta, vagy nem éreztem pontosan, hogy nekem mi a dolgom ebben az egész rendszerben, mozgalomban. Úgyhogy nekem igazából most nyáron talán a Jamfest hozta meg azt a nagyon konkrét löketet, hogy nekem ennél többet kell csinálnom, szóval nem csak eljárnom a találkozókra, hanem kicsit így kézbe fogni, mert úgy éreztem, hogy valakinek kell, és hogy bennem megvannak azok a, vagy az a tenni akarás, ez a vágy. Úgyhogy ezért lettem most idén így én a Fokoláron belül az ifjúságnak egy kicsit így a koordinátora, és sokan kérdezik, hogy ez egy ilyen nehézsége számomra, de nem érzem ennek, mivel a többiek annyira segítőkészek, mindenki jön, megkérdezi, hogy mit kell csinálnia, vagy mit segítsen, úgyhogy ez nem egy nagy teher számomra. Illetve az még, hogy kérdezted, hogy miért szeretjük, vagy miért áldozunk időt erre. Nekem erre talán az lenne válaszom, hogy mi hetente találkozunk kisebb csoportokban,
ilyen 6-7 fős, 8 fős csoportokban, és nekem ez minden héten annyira felüdülést jelent, hogy ott olyan emberekkel találkozok, akik tényleg őszintén, nyíltan csak leülünk, beszélgetünk, és mindig van egy kis ilyen lelkibb része, amikor akár az életigéről, vagy valami más konkrétabb, akár a Bibliából, akár ugye az alapítón Kiára Lubik nagyon sok elmélkedést írt, nagyon komoly teológiai gondolkodásai vannak, úgyhogy ebből is szoktunk hozni, illetve akármi, ami éppen érdekel minket. Úgyhogy ez egy nagyon nagy lelki felüldülés, úgyhogy szerintem nagyon érdemes erre időt és energiát szánni, mert sokkal kiegyensúlyozottabbnak érzem magam, amióta ebbe rendszeresen van, és egy rendszert ad az életemnek, illetve tudom, hogy itt teljesen minden szabad, bármiről lehet, és tudunk beszélgetni. Úgyhogy... Akkor igazából... Aki szeretetet ad, az duplán kapja vissza, ezt ti élitek, és hiszitek, és gondoljátok. A műsoridőnk lassan a végéhez közeledik, úgyhogy én mindenképpen szeretném biztatni a nézőket, biztatlak benneteket, hogy csatlakozzatok a Fokolárhoz, ha közösséget kerestek, akkor is, viszont ha csak egy jó programra szeretnétek elmenni, akkor is, hiszen ahogy hallhattátok, rendkívül nyitottak a közösség fiataljai, útkeresőknek és már a hitüket megtalálók számára is, illetve már most nem esett szó részletesen erről, de hogyha a fokolár.hu-t megnézitek, jól mondtam? fokolár.hu-t, akkor ott fogjátok látni azokat a programokat, amiket már biztosan tudnak a szervezők, illetve azokat is, melyek előkészület alatt vannak, tehát így a családi programoktól kezdve, illetve majd a nyárvégi programokon át biztatlak benneteket, hogy feltétlen látogassatok el a honlapra, illetve hát akkor az Életigek klubba is, egyszer mindenképpen menjetek el, ha kíváncsiak vagytok, ide érdemes, illetve amit nagyon, nagyon szeretném, hogyha mindenki azt szívében most tanúságként a műsor után magával tudna vinni, az az, hogyha jót teszünk, akkor azt duplán visszakapjuk, és bármennyire is túlhajszolt az életünk, vagy ott az iskola, vagy ott a munka, akkor is, hogyha egy jó közösség keretében valamit tudunk tenni másokért, akkor az a mi életünkre is nagyon áldásos tud lenni, úgyhogy fokolár.hu, csatlakozzatok hozzájuk, aztán majd Brazíliában a Genfestre, de az még nagyon soká, addig még biztos vagyok benne, hogy jöttek hozzánk vendégségbe. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, Isten áldjon benneteket. Köszönjük, mi köszönjük, hogy itt lehetünk. Egyszer egy kis bárány gondolt egy nagyot, azt mondta magáról, én már elég nagy vagyok. A műsorszám támogatója a holyshop.hu, a keresztény ajándékok webáruháza.